Meg kellett tapasztalnunk, hogy milyen a virtuális író-olvasó találkozó, hogyan lehet ágyból, gatyában színházi előadást nézni, virtuális tárlat megnyitón jelen lenni, és hogyan vagyunk képesek ehhez is alkalmazkodni. Igen, az ember alkalmazkodó képessége legendásan nagy, de mégis visszavágyunk abba a világba, amelyet kénytelenek voltunk elhagyni, feladni, és amely pontosan úgy, ahogy ismertük, megszoktuk, minden bizonyára nem fog egyhamar visszatérni. Ezen nem is érdemes sokat rugózni. Így megy ez, idézhetnénk Kunegutot. Különleges év volt a 2020-as, nem sokkal különb az idei 21-es esztendősen. Kézbe vehetek újra egy könyvet valamelyik polcról, vagy elmerenghetek egy festményen, miközben megnyugvással tölt el, hogy sokan vannak, kiknek könyvei, képei, alkotásai gyarapíthatják a gyűjteményemet, a gyűjteményünket. Köszönjük ezt az érzést mindenkinek, aki a magyar kultúrát gyarapítja, ma este pedig külön köszönjük és gratulálunk Felméri Ceciliának, László Noéminak és Zoltán Bélának. Köszönöm, hogy meghallgattak.